ide fog jönni, ezt most mondom. Én megbeszéltem ott fönn az égiekkel, hogy ne ide jöjjön az eső. Azért, mert 11 km tiltése túl közel lenne ahhoz szerintem. Hát de lehet, hogy annyit kanyarogsz. Nekem képen színesebbnek tűnt az egész, de tök úgy. Az nem a Malfi, a színes, vagy pozitív. Elhagytuk ma a Malfit. Igaz, és az nem volt színes. Rágyújtotta. Signorina. Hát mondjuk itt bagózni meg vezetni egyszerre nehéz. De jók a fények. Mi anyu? Állatiasan az él 11 etapon, mert annyira kacskaringos itt ez a... Nem jogos a két pont. A légvonalban a kettő? De nem
végvonalban meg. Igazad van, mert itt nem bekagyarodjuk a fél világot. Itt van jó, hány éves aha. Ez az út? Csatár. Benvenuto. Hát biztos régi, hát egy csomó része az érkorszerepben van megcsinálva, látod itt is. Csak azon látod, ez hát nem az, hogy mai, de nem olyan nagyon-nagyon ős régi, ez az egész szegély, látod? Mert ki van kövezve, igényesen van megcsinálva. Jó, tehát Mártit nem tud mitől tönkre menni, nem megy rajta nehéz autó, és nincs tél, ami szétszedi fagy, ennyi. Csak víz van rajtam, tehát nincs mitől szétmenjen. Kerámia, nézod a nyúl? Aha. Milyen jól néz neki az nagyon. A színes edények. Ez ott Pozitánónak a kerámia gyára. Sőt mondhatná manufaktúra. Amihez 5,7 km dél, nem tudom mit állítottunk be. Forduljon jobbra. Márti, igen? Most nézzél le balra azt a teraszt. Már is legyen a driver? Nem jön semmi. Várj el. Mindegy, így már nem látom. Picit előrébb nem lesz. Nem, megoldjuk ezt. Itt nem tudsz lefordulni. Akkor meg kéne fordulnom. Például itt. Na most nézd meg azt a terasztot jobbra. Hát nem semmi. Azt, ezt fotóz le, légy szíves. Azt az egész kiújt. Jobbra, majd ahogy kell. Térjen el balra. Csinálj pár képet róla, azért ez úgy. Kiszállok. Jó, addig ezt elzárjuk.